A sport összefoglalót a Popeye Pizzeria támogatta. Telefonszám 0670 591 39 56. Az NB1B-s kézilabda bajnokság 23. fordulójában Tiszavasváriban lépett pályára a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület. 30 percnyi játék után 3 góllal a hazaiak vezettek, 14-11 volt ekkor az állás. A meccs végén azonban már a vendégek örülhettek, hiszen megfordították az eredményt, és végül 6 gólos győzelmet arattak Kis Gergely játékosai. A végeredmény Tiszavasvári Quick 2000, Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület 24-30. Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, hiszen nyugodtan mondhatni, az egyik riválisunkhoz látogattunk itt a bajnokság vége felé közeledve. Ugye a Tiszavasvári ebbe a tavaszi szezonban még nem sikerült győzelmet aratnia, se idegenbe, se hazai pályán, és ahogy a sorsolásuk is mutatja, meg lehet látni, hogy az egyetlen esélyük az maradt, hogyha esetleg ellenünk ugye pontot vagy pontokat tudnak szerezni. Ennek tudatában készültünk mi is a mérkőzésre, hiszen nem szerettünk volna mi se úgy hazautazni Tiszavasváriból, hogy mi vagyunk az a csapat, aki először kikapott tavasszal. Szerencsésen mondhatom rögtön a kezdésünket, hiszen a 8. percben már egy 3 gólos előnyre tettünk szert. Mondhatni, jól kezdtünk általában, mint a meccseinknek a nagy részén most itt tavasszal. Utána viszont jött egy rövid zárlat, ami eddig az volt jellemző, hogy inkább a második félidőbe. Itt most az első félidő közepén nem igazán találtuk a ritmust, hiszen egyet kért a hazai Tiszavasvári, és a Molnár Feri edző rendezte a sorokat. Időközben én is kapust kellett, hogy cseréljek, hiszen most Robi nem azt a formát mutatta, amit megszokottunk tőle az elmúlt hetekben. Aztán ez egy kulcs csere volt, úgy gondolom így a mérkőzés, hiszen a Fehér Misi egyből meghálálta a bizalmat. Még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy a mi hibáinkból ugyan, de teljesen jogosan megfordította az első félidőnek a végén a mérkőzést a Tiszavasvár, és 3 gólos erőnyre tehettek szert. Az öltözőbe igazából túl sok mindent nem kellett mondani, hiszen nem azzal volt a baj, tehát nem csinált sem olyan dolgot a Tiszavasvár, amit megkészültünk volna. Ugye itt a belső posztokon lévő emberekre gondolok, a Pontos Mátéra vagy a Dancs Mátéra, és a második fél időben megértették a fiúk, hogy mi az, amit kell csinálni, és lemásoltuk az első fél időben a kezdésünket, és gyorsan kitöttünk egyedíteni, sőt át is vettük a vezetést, és onnastól kezdve én úgy gondolom, hogy egyértelműen mi irányítottuk a mérkőzést, gyakorlatilag a hazai csapat nem tudott mit kezdeni a Csuka Balázzsal, szenzációs mérkőzést produkált a Balázs 12 góljával. Én azt gondolom, hogy a mezőny legjobbja volt, és a már említett Fehér Misi volt, aki nagyon sokat hozzátett ehhez a győzelemhez, és ugyan hibák voltak a második fél időben is, de ott már azért lehetett éreztük, hogy ezt a mérkőzést nem veszíthetjük el. Felőrültük a Tiszavasvárit, és gyakorlatilag ott az 50. perctől kezdve ez a 3-4 gólos erőnyt meg tudtuk tartani, sőt itt a végére még meg is növelni is tudtuk ezt 2 góllal, és végül is így alakult ki. Én úgy gondolom, hogy a teljesen megérdemelt 30-24-es győzelem. Gratulálok a csapatnak, 3 mérkőzésünk van hátra a bajnokságból, természetesen szeretnénk minden mérkőzést megnyerni. Borzasztó nehéz lesz, hiszen a dobogóra vágyó Nyíregyházát fogadjuk jövő héten vendégül hazai környezetben, de én úgy gondolom, hogy itt az ideje hosszú idő után, hogy hazai pályán is újra győztesként hagyjuk el a pályát. A 23. forduló eredményei Tiszavasvári ESE Quick 2000, Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület 24-30, Székács Kézilabda Egyesület Békés Drén KC 19-24, Szigetszentmiklósi KSK Balassagyarmati Kábelese 24-30, Kontitek FKS-e Algyő Mizse KC 35-19, VKK Nyírbátor Molpik Szegedú 23-23-30, Nyíregyházi SNKFT KTE Kisokos 17-19 és FTC KNKFT OAM Ózdi KC 29-28. A tabellát a már bajnok Ferencváros vezeti 46 ponttal, a Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület 19 ponttal a 11., a Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület 18 ponttal a 12. pozícióban várja a folytatást.